Nyolcadik rész. Hozzám hajtottam. Leszortuk a kormorán szín gúnyát, és a zuhany alá álltunk. Megörültem, hogy végre egy esztétikus férfi testet látok, méghozzá közvetlen közelről. Miss Major magához lelt, vágyunk, titkolhatatlannak tetszett. A végén még bezár a vidám park, suttogta a fülembe. Kilépett a fülkéből, törülközőbe burkolta magát. Utána vágtam a szappant. Flakonos szappan volt, nem kicsit ütött. A szamuráj oda sem hederített. Készülj már, sürgetett. 10:30-kor kezdődik az utolsó vízi só. Súlyos sóhajjal elzártam a vizet. Kezdett az agyamra menni a vidám parkkal. 2 decinnyi arclemosó tejet elhasználtam, mire visszanyertem, sápadt arcú mi voltomat. Mélyen kivágott, bőszoknyás taftruhát húztam, feketét. Félmagas sarkú topánt öltöttem, fehéret. Lila kendőt kötöttem a hajamba, jobb halántékomnál hatalmas masnival. Eszembe jutott, hogy a vósliba ridikül is kell. Volt vál és portáskám, hátizsákom, irattartó hónajtokom, őftatyom. A nappaliba rohantam, panaszos hangomat előre engedve. Nincs egy ridikülöm! Miss Major az utolsó simításokat végezte öltözékén. Elakadt a lélegzetem, nyomorom kiment a fejemből. Magas, szélesvállú, elegáns férfi állt a tükör előtt. Sötét haján, hanyagú félrecsapott fekete barrettel, pengére vasalt fekete nadrágban, fényes gombos kabátján, széles bőrszíjjal. Hű, mondtam, eszelősen jól áll neked az egyenruha. A szamuráj vigyorogva a karját nyújtotta. Felnyögtem. Ridikült kell kerítenem. Lekéssük a 10:30-ast. Oké, ugrott a ridikül. Ha van nálad zsepi, cigi és lóvé, akkor mehetünk. Voltál már vósliban? Kérdezte a kocsiban. Kislánykoromban vettek nekem vattacukrot, perecet. Apám felült velem a hullámvasútra, anyám odalent sikoltozott. A szellemvasúton kis híján az eszméletemet vesztettem félelmemben. Azután apám lőtt nekünk gumirózsát, és hazamentünk. Otthon a nővérem azzal fogadott, hogy most már biztosan értem, miért nem jött velünk. Ennyi? Nagyjából. Semmi többet nem tudsz a vósliról. De hallottam, hogy jókat lehet piálni, van hotdog és hamburger, lögdöshetsz vaskecskét a szarvánál fogva, a jó magasra lököd, bika vagy. A pasasok szombat esténte oda viszik a babájukat káprázni, azután jól megkettyintik. Hát ez igaz, felelte a szamuráj. Hát ez nyugodtan nem kellett volna eljönnünk otthonról, tudattam. Felén fordult. Megcsillant a zsarujelvény a dögös baretten. Holnap is elmeséltetem veled a vúslit, mondta, vigyorogva, hiszen ma már nem félsz a szellemvasúttól. Nap mint nap felülsz rá, amint dolgozni kezdesz. Amúgy meg, árnyaltan szólva, az agyamra mész, amikor mások véleményét hangoztatod. Ahhoz, hogy legyen sajátod, ki kellene próbálnod a leszólt dolgokat. Emlékszel a ponyba frászodra? Restelkedően lesütöttem a szememet. Az más volt. Amennyiben? Amíg nem olvastam néhány könyvet Chandlertől és hozzáfogható jó íróktól, azt hittem, nem szeretem ezt a műfajt. Szerintem csak egy irányzat van, a színvonal. Oké, sóhajtottam, akkor most belekóstolok a vósliba. Nem túl valószínű, hogy rákapok. Aha, hogy mert lenni hangya, amikor van katicabogár, ami sokkal pettyesebb? Nem válaszoltam. Cigire gyújtva a csappanó teli holdas, valószínűtlenül kék égboltot bámultam. Idegeimen még zsongott a lassan elhaló feszültség. Azután kinyögtem. Tudod, nem érzek büszkeséget a Terminátorral történtek után. Engem elszomorítana, ha büszkeséget éreznél. Büszke voltál, amikor kihantoltuk az élve elkapart pasast a kertjében, amikor megtaláltuk a ballerini lányt, vagy a szextrém pasas áldozatát. Mindannyiszor beszennyezzük magunkat mi is, ez elkerülhetetlen, feloldhatatlan ellentmondásokat tartogat a gályánk. Néha el kell menni. Ez segít? Nem, de könnyít a terhen. Hatalmas házsfák árnyékolt a parkolóba kanyarodtunk, kiugrottunk a kocsiból, a szamuráj az órájára pillantott, megragadta a kezemet, és futólépésre kényszerített. Jegyet váltott, a csupa csipke kovácsolt vaskapuban. Amíg végigtrappoltunk a díszburkolatos sétányon a gömbjuhar fasor alatt, az utat szegélyező nagy stílű épületeket néztem, amelyek valamikor a század előn vagy korábban nőhettek ide. A csarnokszerű építmények rég volt békés korszak emlékezetét idézték fel. Ez egy hatalmas kultúrpark,
Idegen vezetett a szamuráj. Jobbra látod a lapidáriumot, balra az ásványmúzeumot, és ha nem sietsz, akkor nem látod a vízisót. Már láttam a vízisót, emlékeztettem. Leszakítom a skalpomat, neked annyi elég volt. Még be is sokallottam. Megkerültünk egy impozáns, krémszínű épületet, leereszkedtünk az oszlopos örökzöldekkel szegélyezett, szélesen íves lépcsősoron, megkerültük a reflektorokkal megvilágított medencét, és helyet kerestünk a fedett lelátó tetején. Weber zene futamai birizgálták a lúdbőrző víz felszínt. Kialudtak a fényszórók. A hangok egy pillanatra elcsitultak, majd magasra ágaskodtak. Felé lett a szökőkút is. A medence mélyén futó csövekből vízsugarak tántorodtak a magasba. Felágaskodtak, ringatóztak, alábuktak és feltörtek ismét. A víz alá rejtett színes izzók megvilágították a kecsesen hajladozó táncosokat. Néhány percig észben tartottam, hogy ezt az egész delejt számítógép műveli, hogy a vízsugarak maguktól nem táncolnának, és a zene nem az agyam mélyén szól, nem azért oly meghitt. Azután elfeledettem az egész racionális zagyvaságot, beszippantottam az illatos éjszakai levegőt, néztem a tánckart, melynek minden egyes táncosa másként kígyózott, lebegett és állt spicre, bámultam az olvat arany és fröccsenő parázs színeket, a smaragd vízgömböket, beittem az operaház fantomjának szomorbús hangját. Közben azonban azt láttam, hogy a vízben a szamuráj pofoszkodik a pasassal, akit idáig üldöztük, azon okból, mivel nemrég kedveszottyant lepuffantani két kapuört. Magamat is láttam, felülről, szemből, az ómódi gázlámpa tövében, amint megpróbálom ironikusan szemlélni az eseményeket, mégis együtt fázom a dermesztő vízben lubickoló kedvesemmel. A vízsugarak lelohadtak, és hirtelen nem tudtam rájönni, nem is igen érdekelt, hogy ez most történik-e, vagy akkoron, lélegzetvételnyi szünet után Vangelis kristályosan éles dallamai csendültek fel, és amikor legközelebb újra feleszméltem a bódolatból, már ismét Weber teltebb, mélyebb hangteremtményei futkároztak körülöttem. A mostban kellett lennem, hiszen az akkorinál csendesebb, már-már gyengét feszültség lopott remegést a térdeimbe. Viszmajor átkarolta a vállamat, hozzásímultam. Tovább reszkedtem, szinte észrevétlen, a fényjátékot figyelve. Tudtam, most csobog keresztül rajtam, és a lábujjaimat enyhén elzsibbasztva tüstén ki is ürül belőlem az elmúlt napok mindösszes feszültsége. Ha az ember véletlenül nem figyel oda, hogy folyton így idegfeszes legyen, és akaratlan óvatlanul lazít, bizony ez történik, a szervezet méregtelenít. Aztán a Family Dogs a 70-es évekből elénekelte a házi bulik örökös dalává lett Sympathyt, az Animals a felkelő nap házát, felsérte szájharmonika Morricone-tól, és mire utolsót riszáltak a barack színűvé fakult vízsugarak, eltávolodott tőlem a Terminátor emléke is. Körülöttünk mindenki megmoccant, a nézősereg alácsorgott a lelátóról. Miss Major meggyújtotta egy cigarettát, mohó pillantásom láttán a fogaim közé dugta, majd magának is csiholt egy szálat, hátradőlt a széken, és kirázta az ujjait, akár egy zongorista. Jól van, elsémultam, mondta. Mit szólnál egy sörhöz? Harapnám, mindjárt. Hogy értetted azt, hogy néha el kell menni? Az elmúlt 2 hónapra céloztál? Arra is. Valószínűleg nem először és nem utoljára húztam el darumód. Ha még egy darabig űzöd ezt a szakmát, te is ébredhetsz arra egy napon, hogy elkívánkozol, és amikor útnak indulsz, még nem tudhatod, egyáltalán visszatérsz-e. Te tudtad? Emlékszel, azt mondtad, behűtöttél egy üvegpesgőt, és mikor rákérdeztem, mire iszod meg, azt felelted, a boldogságodra. És midőn elmentem, megözentem blikkel, hogy hűsd be azt a pesgőt, mert a múltkor csak félig ittuk ki. És visszajöttem. Jártam Londonban, sétáltam éjjel a sohóban, körülöttem mindenféle színű emberek nyüzsögtek lögdösődős tömegben, reménytelenül hajszolva az életvarást, és tudván e reménytelenségről forgatagukat valamiféle kétségbeesett, szomorú haláltáncként érzékeltem. Jártam Verónában, megkerestem Júlia házát, látni akartam ama balkont, keskeny apró házak állnak egy sikátorban, szorosan egymáshoz tapadva,
és amikor már azt hittem, megérkeztem, felpillantottam, és egy agg, szikkat asszony könyökölt fölöttem az erkélyen. Ó, Júlia, hát te sem vagy örök! Ekkor ocsúttam, hogy eltévesztettem. Ama balkon nem az utcára, hanem a parányi kertre néz, amelyben mai napság vendéglő működik, a lehangolóan mocskos kapubejáratban telefonkészülékszerű, belsejes szerkezetek függenek, hogy a világ bármely nyelvén meghallgathasd az erkély jelenetet. A homorúra járt kövezeten, szünet nélkül 200-nyi turista áll sorban, és valamennyien arra várnak, hogy lefotóztassák magukat Júlia részszobrával, markukban a leány jobb mellével. A patinásra öregedett szobor jobb melle sárgán ragyog az állandó mancsolástól, Veronát látni és Júlia mellét markolhatni, ez ám a turista öröm. Jártam Prágában. Végigmentem a Károly hídon, szenttől szentig, ódon gázlámpák alatt. 10 lépésenként zenészekbe botlottam, mindegyik más és másféle dalt szólaltatott meg, és valamennyi dal megszólalt, és elfért egymás mellett. A panaszos hangú tangóharmonika, a rekedten üvöltő trombita, az érzéki szaxofon és a mesélő lant, a rengeteg lámpafény sárgára mázolta a kék eget, és a szentek sorfala között Jézus függött a keresztem. Odalen háborítatlan hattyúk aludtak a folyóparton, én pedig éreztem, mégiscsak van remény, hiszen találtam egy várost, higgadt derűset. Azután részt vettem a kiképzésen, máig sem tudom milyen minőségben, megpróbáltak rávenni, hogy maradjak, Lasalandra arra, hogy fogadjak el egy kinevezést, egyik sem vonzott. Már megemésztettem a dísztelen őrnagyságot. Lassacskán megemésztem a méltatlan házasságot. Van hajlékom és egy nő, aki jócskán érdekel. Igyunk egy sört. Ő fel velem a körhintára, az óriás kerékre. Itt nem akármilyen szellemvasút jár. Kissé meredten bámulhattam rá. Tenyerébe zárta az arcomat és megcsókolta a szempillámat. Majd kézen fogott és lefelé indultunk a műanyag székek sorai között. Sétáltunk a lombos fák alatt. Hajdanság, midőn e park épült, az emberek még más viszonyt ápoltak az idővel, ráértek átélni, ami velük történt. Mi már megelégszünk azzal is, ha túléljük. Széltől, fáradtságtól óvó korunkban megrázkódtatásként fogjuk fel, ha valami nő, bármilyen, érzelem ránk talál, és uram bocsá, megrenged bennünket. Testi egészségért diétázunk, gyúrunk, kocogunk, soha ennyi ápolatlan, slampos, beteg lélek nem senybedett e bolygón, mint mai napság. Felszínességünk felől nézvést így van rendjén. Végre is, nyomban szembeszekik, ha puccos prémben, csontkarcsún jelenünk meg egy társaságban, ám lényegesen kevésbé feltűnő, mi több, teljesen elhanyagolható, a bensőnk avastoprony. A koranyári éjszaka dédelgető nyugalmat árasztott. Néha-néha szél lobbant, és a felhőket összekergetve, vihornyájat hízlalt, higany ezüst tálon hevert a himlőhelyes hold. Nem hoztam szóba, hogy hamarosan esni fog, igaz, nem is érdekelt. A körülöttünk tornyosuló terebélyes lombú tölgyek, házak, platánok, a sétány szegélyező kandeláberekkel játszottak, kitakarták, vagy megszűrték a sárgás lámpafényt, árnyékfigurákat, arabeszkeket rajzoltak az útra és az arcunkra. Elrejtették az alattuk felállított pavilonokat, ám szomjunk nyomra vezetett bennünket. A hosszú lábakon pipiskedő pultra könyökölve, két tenyér közt dédelgettük a sörös kriglit. A pavilonból áradó fehér arany villanyfényt derengéssé fakította az éj és a lombárnyék mélye. Szakadozott zenefoszlányok szűrődtek közénk az óriás kerék felől. Egymásba maflult párok és mélán kortyolgató szólisták ültek körülöttünk a nátszékeken. Mennyi fa? Sóhajtott a szamuráj. Nyírfa, tölgyfa, házfa, nímfa, násfa. Valamint nóta és köcsökfák. Egyszerre indultunk az ivópult sarka felé. Ütközésszerűen találkoztunk. Taftruhám derek a felsúgott, midőn a pasas átkarolt. Fejemet a vállára hajtva, a háta mögött ölelkező párt néztem. A nyalka tűzoltót és pöttyös ruhás kedvesét, de láttam nőjét fűző katonát, még egy ruhás kéményseprőt is. Hiszen te vinyogsz, mutatott rá Viszmajor. Bólintottam. Vinyogok, talán azért, mert minden olyan fenemód romantikus körös körül. Valamennyi uniformis képviselője felvonult a párjával, még orvost is látok, azt hiszem.
Az a fehér köpenyes tag, a büfés. Engedd el magad, Kira. Igyekszem. Te akartad, hogy zsarújelmezt húzzak, és te is felöltötted a magadét. Azt reméltem, játszani kívánsz. Most már látom ám, mellé fogtam. Az akármilyen hivatalokban ülnek halálosan rémült 19 éves lányok, míg férhez nem mennek. Ők járnak szombaton a dizsibe, némelyikük a vúsliban keresi a kéklő madarat egy-egy uniformis oldalán. Azután az akármilyen hivatalokban ülő halálosan rémült 19 éves lányok férhez mennek valahára, és a kék madár tovalebben. Viszmajor elengedett. Két a sörét, kezét a nadrág zsebbe sűjjesztette. Azért bújtál a bőrükbe, hogy cikizhessd őket? Azt reméltem, azért váltottunk maskarát, amiért a komédiások a maszkokat váltogatják, szívbéli játékosságból. Nem cikizek senkit, félreértesz, csak röhelyesen érzem magam a tőlem idegen ruhában. De vajon van-e sajátod? Jó kérdés, szamuráj, szerinted van? Röpke kapcsolatunk fennállása óta százféle gönzben láttalak, és többnyire szóvá tettem, ha a másé volt rajtad, amiben először megláttalak, az az olajzöld szoknyás, szabás mintás, harisnyás, marhaság egész jól illett hozzád. Akkoriban padlizsán lila voltál agyilag. Amikor transzvesztitának öltöztél, eldobtam a skalpomat, és soha nem felejtem el a zsarubálón viselt ruhádat. Jaj, a bál, sóhajtottam. Hát bizony, hagyta rám. Megmérgesedtem. Már is bezártad a fiókot? Alig, hogy beszélgetni kezdtünk? Akkor most meg kell emlékeznem a bálról? Kérdezte pikírtan. Elengedtem a sörös korsó fülét. A séta út felé indultam. Viszmajor két lépéssel utolért. Kérdeznék valamit, te fegyverforgató, gengszerfaló, mély titokban halálosan szorongó, 25 éves lány. Nem, válaszoltam. Ettől persze enyhén zavarba jött. Elém perdült, és lehajolt hozzám. Mi nem? Nem leszek a feleséged. Oké, emiatt nem nyugtalankodom tovább. Hadd végezzek a kérdéssel. Ha sikerülne férhez menned majd a feltébe, hogy megleled a kék palimadarat, te nem maradnál otthon, mint a ma lányok? Több ponton sért a fogalmazásod. Első karcolás, ha sikerülne. Második szemétség, kék palimadár. Harmadik aljasság, de inkább őv alatti pofon, otthon maradás. Érzem, nem bánom. Ha veszekedni akarsz, nyugodtan veszekedhetünk. Jól van, veszekedjünk. A férhezmenés nem életcélom. Még csak nem is vágyam. E műfajban semmi vonzót nem látok magam körül. Anyám még házassága 10 éves koromig tartott. A nővéremé is hamar összeomlott. Ellenben az az ember, akit a legjobban szerettem, sőt szeretek, aki nem más, mint Derina, szédült jól megvolt nélküle. Soha nem egy pasastól reméltem, éltem jobbra fordulását. E témában kizárólag magamra számítok. Így aztán a kék palimadár is hidegen hagy. Ha valami könnyelműség folytán mégis járomba dugnám a fejemet, sosem adnám fel a munkámat, se miatta, se érette. Ellenben egy ízben sem mondtam, hogy utálnék szeretni valami férfit. Mondtad, számos ízben. Nos, ebben te sem maradtál el tőlem, emlékeztettem. Oké, akkor ezt levezettük. És mi a helyzet most? Hát, ha valamikor tényleg azt állítottam volna, hogy elzárkózom a szerelemtől, biztosan félre vagy mellé beszéltem. Amikor én fecsegtem effélét, komolyan is gondoltam abban a pillanatban. És e pillanatban? Kérdeztem. A szamuráj szembe fordult velem. Átölelte a derekamat, fulladásszorosan összesímultunk. Lábújhegyre álltam. Lehajolt hozzám, szája végigfutott az enyémen. Leújtam a szemem, a lámpafény átragyogott a szemhéjamon. Sosem lenne merszem megfogalmazni, mert úgy sem tudnám, mit éreztem, amikor megcsókolt. Elébb tapogatózon, majd önfeledten, lehet, hogy fel is emelt, a lábam nem érte a földet. Nem számított, kilát bennünket, még az sem, hogy ki nem. Este volt kényeztető meleg, a felszökkenő szél a nyakamba emelte a ruhámat, a szamuráj lesimította, tenyerét otthagyta, nyelvehegyét végighúzta a szempillámon és a fülembe súgta. Szeretlek, meg a frázis, de gyönyörű. Mintha mindent megbeszéltünk volna. Összefűzött ujjakkal tovább sétáltunk, egyre közelebbről hallottuk a zenét, fogyatkoztak mellettünk a fák, fűes domboldal vette át helyüket. A domboldal dugta el a szellemvasutat. A szamuráj állította, hogy még sosem láttam ilyet, pedig hát igen, előre tudtam,
Semmiféle mázolt kartonpapír szörny meg nem ijeszthet. Öt alacsony kocsiból állt a szerelvény. Előre ültünk, térdünk, csak nem az állónkat horzsolta. Kapd el a majdévasat, tanácsolta Viszmajor. Elkaptam. Ő is megfogódzott, a jobb térdemben. A kocsi finom rándulással megmozdult alattunk. Sustorgó keregekkel az erősen lejtő alagútba bújt, és átfuragodott egy lengőajtón. Ekkor felgyorsultunk. Testmélyi sötétség fogott közre, akárha egy állatnyelő csövében suhantunk volna, és csak ugyan két rázós kanyarulat után, mint egy endoszkópi nézőpontból bámultam a felénk közelgő hatalmas, lüktetően hullámzó húsvörös gyűrűre, mely elnyelni készült, és el is nyelt bennünket. Derengő rózsaszínes fény fogadott odabenn. Különféle félig megemésztett teremtmények lebegtek, úsztak körülöttünk, mintha gyomornedvekben. A szamurájra sandítottam. Arc élén láttam, úgy érzi magát, akár egy Lucasfilm világába pottyant volna, és nem bánja, hogy trükkel teremtik meg illúzióját. Hátlényegült kisfiúvá, aki azt látja, amit látni akar, neki csak azért is rénszarvasok húzta szánnal hozzá el a Mikulás a tündöklő karácsonyfát. Mögöttünk hangosan utálkozott valaki, és épp ekkor a körénk boruló gyomor hirtelen összerándult, falai felénk siettek, kocsink úgy recsegett, mintha megroppant volna. Összecsapnak felettünk a gyomornedvek, gondoltam, de nem féltem, tudván a mesében végül minden úgy is jóra fordul, és nem is csalt meg a remény, mielőtt még ránk szakadtak volna a nyálkás falánk falak, a szerelvény kimenekült közülük. Áthelyeztem a kezemet a kapaszkodóvasról a mellettem ülő, megigézett szamuráj combjára, tán gyengétségből, tán azért, hogy érintésem megnyugtassa. Vigyázok rá! Már is a következő trükkre vártam, ám az is késett. Szuszogós sötétben kígyózott szerelvényünk, bársonyfekete falak surlottak könyökömhöz. Kezdtem gyanítani, hogy e bolygó legalacsonyabb költségvetésű szellemvasútján ülök. Ők adják az enteriőrt, én meg rettegjek attól, amit el tudok képzelni, meg amit ő szoktam. Épp azon voltam, hogy fantáziáljak már valami jó kis horrort, amikor áthaladtunk egy vérfagyasztó lassan feltáruló, a teljes felnyílást az utolsó pillanatig halogató kapufélén, valójában koporsó fedélen. Akárha egy liftbe jutottunk volna, megdöccent, majd süllyedni kezdett velünk a talaj, vagy amin a sínpár futott, ellítetve, hogy több emeletnyi mélységbe süppedünk alá. A mögöttem ülő fickó megszűnt utálkozni, viszont továbbra is hallatta hangját, úgy rémlett, mint a csuklana. Körös körül kitágult az alagút, faláról földszitált, talán valóban sírmélyén fúrtuk előre magunkat. Fehér elő csontvász kuporgott előttünk, mielőtt még neki mentünk volna, a szerelvény elkanyarodott és lelassult. Ekkor a csonttest feltápászkodott, kinyújtotta karját, és haját igazító mozdulatot tett. Valahol lámpa gyúlt, gyertyalángnyi fényt adón, és kivehetővé vált a régen elhalt korpusszal szemközt álló óriási félvak tükör. És a tükörben, akárha álomködön átlátnánk, zsaketba bújt hófehér homlokú fiatal férfi fésülte félhosszú haját, szája úgy piroslott, mintha csak az imént csókolta volna festett ajkú kedvesét. Nyírkos, pinceszagú levegő áradt ránk, hűvöse, vigyázálásba késztette karomon a szörpihéket. Mögöttünk maradt az ifjú, újabb csonttest várta jöttünket. Közeledtünkre nehézkesen felkecmergett, az elevenek jegyáráért kiárt neki, hogy hébe-hóba megnézhesse, milyen volt, amíg élnie lehetett. Az ajtónyi, homályló foncsorú tükörben egy kislány ült a hintán, legfeljebb 12 esztendős. Loknis haja és felhőnyi szalagja előre-hátra száldosott, ahogy a hinta úszott vele. A leány után egy öregasszonnyal találkoztunk. Ő hurkásan kövér, mesztelen testtel hajolt a gyengén látó tükörhöz, aggályosan redőzte homlokát, nehogy rosszul húzza meg ráncos szélű alkai vonalát az ujjai közé fogott rúzsal. És jött még egy csontváz. Az ő tükrében felcsapott fedelű, habfehér zongora úszott, őrült dallam hullámokon, vitorlásként, s a hajdani emberi lényből többet sem láttunk, csupán a billentyűk fölé felfelröppenő, fluoreszkáló fehér készfejét, evőpálcika hosszú ujjait. A sírvilágot elhagyva ismét emelkedni kezdtünk, és ez már igazi lift élményt nyújtott, gyomrom kisé lemaradt hozzám képest.
Azután megdöccentünk végre. Tákolt deszka ajtó nyílt meg előttünk, és mi lassan begurultunk egy padlásra. Az opálos tetőablakokon át nyalábokban áradt a napfény a ferde gerándák közé, a sápadt pászmák port és hullott tollat hintáltak. A szerelvény rángatózva kanyargott a sűrűn ismétlődő tartó gerendák között. Letépet fejű baba mellett döcögtünk el, a merev porcelán testet pókszőt telepelt a karta. A fej valamivel távolabb hevert. Közelettünkre felfelé fordította megejtően szépre formázott, barackpirral festett arcát, majd, mint a megtaszították volna, görögni kezdett mellettünk, és ahányszor felénk fordult, annyiféle grimaszt kénfintort vágott. Üreslő szemgödörrel, feketére tátott szájjal tűnt el mellőlünk. Porlepte, nyitott fedelő faláda mellett torpant meg kocsink. Egérre akta csipkék sárgálottak a ládában, elravatalon holt újszülött feküdt, ráncos arcú, karikalábú, lila tetem, hasonló azokhoz, amelyeket a híradóban szoktunk látni, nem is ritkán. És amikor lassan megindultunk, a test kövérre puffadt és szétrobbant, fehér és szürke galambok törtek fel belőle, és csattogó szárnyakkal a magasba emelkedtek. Akasztott ember himbálózott az egyik gerendán, egy másikat kart szegezett a húzattól ringatott átjáró ajtóhoz, amelyen keresztül a következő padlásra jutottunk. Itt rémálmaink alakjai járkáltak, izzószemű, krétaszín arcú emberi monstrumok osontak, kúztak, sonfordáltak, fogaik közt hanzsárral, letépet karral és más hangulatkeltő elemekkel. Nem támadtak ránk az égnek hála, mintha mi ott sem lettünk volna. Ezután a cseréptetőt átütve kiszabadultunk a rosszféle helyről. Habzó, bugyborgó nyálka oszlopokkal fásított erdőbe kerültünk, különféle nyákok és egyéb förtelmek koslattak körülöttünk a gennyedző cserjésben. Elsuhantunk egy tóféleség mellett, amelyben valami sűrű, zöldes buborékokat pöfögő, agresszív kutymó terjengett. Felismertem, a süti kezdemény volt, amit Viszmajornak készítettem annó. És végre fény derengett fel előttünk, reméltem, hogy az alagút végét látom. Holott csak egy kormos, vad mozdony robogott felénk, és átdübörgött rajtunk. Láttam kerekeit, alját, oldalát, a lehúzott ablakokból integető holt utasokat, és miután több szemszögből megszemléltem a rettentő nonszenszet, a vonat hegyke füttyöt hallatva eltávolodott fölöttünk. Nem tudom, hogy csinálják, nyöszörögte mögöttem a fickó, aki már csuklan és erőtlen volt. Még egy ilyen, és nem csak gatyát, de cipőt is váltanom kell. Viszmajor elvigyorodott mellettem. Ebből megsejtettem, hogy a mögöttes tag át fog öltözni, ha lesz mibe. A terjengő sötétség fokozatosan felderengett. Az átjárót hatalmas fekvő palack torlaszolt el. A palack szájába tömött parafa dugó izget mozgott, feszengett, és amikor karnyújtásnyira megközelítettük, kirobbant a helyéről. A kútfedél méretű dugó elhúzott fölöttünk, szele megkócolta a hajunkat. Nem jutott időnk begazolni emiatt, egyéb rémület kötött le. A palack száján át szellemalakok özönöltek elő, vonagló, lebegő, nyújtott testű, kivájt szemű, tátott szájú lények. Szerelvényünk összerándult a fékezéstől, majd sietvést hátrafelé indult, és betolatott egy rejtett alagútba. A szörnyek víjogva utánunk siklottak, elárasztották a szűk folyosót, felén kapdostak kézzel, szájjal, érintésük hidegen sütött, mint a halál. És éppen, mire pokolian elegem lett a túrából, mely talán kínosabb volt, mint a pszichiáter kerevetén egy teljes óra, a szabadba tolattunk a csillagszikrás, tengermély kék ég alá. A mögöttünk ülő Filkó még akkor is roskadtan gúnyadt a helyén, amikor kikecmeregtünk a kocsiból, és a mesterlövészeket csalogató pavilon felé indultunk. Ilyen nincs, mormoltam. Megfordult a fejemben, hogy összevethetnénk, melyikünk mit látott. Hát, ha csak rémálmodtunk. Gondoltam erre én is. Minden ember lelkének egyik szegletében ott áll a kékszakálló hercegvára, vagy valami ahhoz fogható. Az imént végigjártuk a lezárt szobákat, kiki a saját várában, melyről ez idáig legfeljebb csak annyit merészel tudni, hogy szörnyek üvöltöznek a hétszer lelakatolt ajtók mögött. Ne folytasd, nem történt se több, se más, csupán annyi, hogy piszkos, de profi trükkökkel hújogattak minket, jelentettem ki. Ahogy tetszik, felelte Viszmajor. Az a mosolyféle vibrált az arcán,
amit kevéssé kedveltem. Jól van, na, elkápráztattál, és akkor mi van? Firtattam hegykén. Azt hiszed, visszavágyom még egyszer? Nem, mint ha megvetném a hologram revűt, vagy mifenét, viszont nem kívánom többször látni. Oké, hagyta rám, én már a szebbik mosolyával. Mire lőjek neked? A 100-as körre, csak is. A céllövölde pultja mögött álló lapát arcú fickó elvigyorodott. Miss Major kezébe adott egy rozzant flintát, elétett 5 mozsányi golyóbist, felkapta sörös flaskáját és félrefordult, mintha nem különösebben érdekelné, miként vaksizik majd a kedves vendég. Az első tapogatózó lövés egykörrel feljebb csúszott. A második a 100-as kör szívébe talált, és ide fúródott a többi lövedék is. A lapos képű fickó gyászos arccal elénk vágott egy jókora tedimackót és egy színes cukorkákkal megtöltött plasztik csörgőt. Elhúzhatnál az anyádba, kíberkém, mormogta az orra alatt. Elkértem a flintát, kaptam hozzá 5 golyót. A lapát arcú ismét elvesztette érdeklődését az emberi nem iránt, újabb sört bontott, és 2 slukkal beitta. Mivel volt alkalmam kifigyelni, merre szór az ócskavas, elsőre telibe kaptam a lőlapot, és így tovább még 4-szer. Azután magamhoz vontam a bazári nyereményt, elcipeltem az első padig, és az ott ülő pár mellé zúdítottam. Viszmajort sokat ígérő pillantással kárpótoltam. És felültünk az óriás kerékre. Az óriás kerék mindenek előtt böhöm nagy, körbe-körbe forog, millió színes égő villódzik rajta, északról és délről reflektorokkal is megvilágítják, tucatnyi vagy több, napellenzős gondola lóg benne, diszkózene üvölt körülötte. Nagyjából ekként fogalmaztam volna meg a gigászi fémkereket, ha 20 évvel ezelőtt kérdez róla valaki. Nem voltam elragadtatva a pörgölődéstől, legkevésbé akkor rajongtam érte, amikor a csúcsra értünk, holott végig láthattam a parkon, és akár a mellettünk tornyosuló, hajlott korú nyírfa koronájába is beleképzelhettem magam. De hát repülni sem különösebben szerettem. Stewardess például sosem akartam lenni, még az időtájt sem, midőn hetenként változtatgattam elképzeléseimet a mi leszel, ha nagy leszel témakörben. Csak csupa földi szakma fogott meg, például balettáncosnak, péknek, utcai zenésznek, királynőnek és szemetes kocsisnak is készültem. Különös, sokáig arra sem gondoltam, hogy zsaru legyek. Ez az ötlethez az szükségeltetett, hogy apám elhagyjon bennünket, mert anyám választásra kényszerítette, vagy a zsarupája, vagy a családja. Ültünk a kerék forgás irányát követő, finoman át-meg átbillenő gondolában. Elcsodáltam a távolban álló megvilágított csarnokokat, a karnyújtásnyira magasodó nyírfa, vakítóan fehér törzsét. Kápráztam a fémszerkezetre erősített színes égőktől, és éreztem a közelgő vihar hűsét. Viszmajor türelmesen igazgatta váretjét, ám a szél is kitartott szándéka mellett, és mindenáron el akart szaladni vele. Továbbá a szoknyámmal és a hajammal is elnyargalt volna, de a fejünk fölött púposodó ponyvatetőt is macerálgatta. Nem csupán nekünk okozott nehézségeket, és még az is lehet, hogy ez volt az óriás kerék varázsa. A gondolákban ülők a széllel viaskodtak, ameddig a szem ellátott. Az átellenes kosárban széles válló fickó ölelte törékeny kedvesét, halány sikítozva nevetgélt, majd csókkal honorálta a hősies gesztust. A szél csak erre várt, elcsente a kalapot a férfi fejéről. A pasas fel sem pillantva legyintett, hátralőtt haja meg sem rezzent, a zselé habarcsként összetartotta, csupán egyetlen tincs hullott a homlokába, de annak ott is volt a helye. A szamuráj beszélt hozzám, nem igen figyeltem rá, holott érdekelt a közlendője. Azután azon kaptam magam, hogy az ujjait szorítom, de a fogaim is összecsikordultak, és egy monoton hang ezt hajtogatta a fejemben. Nem, nem, nem! Az átellenben ülő Filkó kifulladt a csóktól, hátravetette a fejét, a lány a melkasára fészkelődött. A pasast bámultam, magas homlokát a leomló tincsel, sűrű szemöldökét, sötét szemét, elnagyolt orrát, lebigyedő, keskeny alsó ajkát, és mélyen felháborodtam, hogy ilyesmi történik velem a szabad napomon, és épp ezen. Azután arra jutottam, úgy teszek, mint a semmit sem láttam volna. Igen, amnéziába süppedek, és nem emlékszem a Bambi kezében tartott fényképre, a parkolóházi éjszakára, a kocsiába zárkózott, katatóniásra rettent nőre,
a páternoszterben kerengő félholt ügyvédre, se másokra. Ekkor az aranyszőke lány gyanútlan arcára pillantva felötlött bennem, talán veszélyben van, talán nincs. Nincs, szögeztem le, nem lehet. Mi jutott beléd? Kérdezte a szamuráj. Joggal, mellesleg, mert satuba szorítottam az ujjait. Nem várt választ. Tekintetem irányát követve az átellenben turbékoló koprára merett, akit egy perccel azelőttig pompásan álcázott a széles karimájú kalap. Francba, nyögte Viszmajor, most ne! Jó, akkor majd egyszer rajta kapjuk, ha sikerül ölés közben, gondoltam, tudván, hogy szép esténknek befellegzett. Kopra, mint a megérezte volna figyelmünket, átpillantott hozzánk, és megakadt a szeme a szamuráj egyenruháján. Azután lepillantott a föld felé. Az ő gondolájuk süllyedt, a miénk emelkedni kezdett. A fickó elvigyorodott. Csúfondárosan tisztelgett Viszmajornak, kedvesem arckifejezése nem hagyott kétséget a felől, hogy felismerte a pasast, mi több, megfeszülő válla azt is elárulta, ha szükséges, szó szerint fogja venni az égre-földre szóló körözést. A szamuráj lekapta a fejről a barrettet, és a derék szíja alá gyűrte. Kopra felé tekingetett. Egy kosárnyira járt a földtől, mi már ismét a felhők közé igyekeztünk. Viszmajor talpra szökkent. Felemelkedett Kopra is. Arra várt, hogy a deszkapadló közelebb kerüljön. Ugrani készült. Mire mi körbefordulunk a kerékkel, és utána eredhetünk, eltűnik az éjszakában. A szamuráj kihajolt a gondolából, átkapaszkodott a fémvázra, és lepillantott. Bizonyára látta azt, amit én. Kopra kivetődött a kosarából. Estét gurulással tompította. Elszámította magát, lehemperedett a kerékhez vezető lépcsősoron. Kissé kábultan feltérdelt. Azután a hozzásiető, értetlen, ám de aggódó alkalmazottat félreteszítva talpra ugrott, búcsút intett sivalgó barátnőjének, szalutált a szamurájnak, sarkon fordult és futásnak eredt. Viszmajor lefelé indult a külső vázon, és mert a kerék ettől mit sem zavartatva felfelé emelkedett, igyekezete csak nem olyan kilátástalannak ígérkezett, mint a mozgó lépcsőn sietne annak mozgásával ellenkező irányba, nem haladt jelentősen. Ekkor, akárha lépcső korlátján, lazított a szorításon, és csúszni kezdett. A színes égők füzér során siklott végig, és amerre elhaladt, a lámpák szikrázva kihúnytak, elsötétülő csík jelezte útvonalát. Amikor 2-3 méternyire megközelítette a földet, kifordult, és elrúgta magát a fémvásztól. A gondola ekkor ért velem a tetőre. Kopra a szökőkút irányába rohant a sétányon. Viszmajor átgördült a vállán, de lendülete alig csillapult. A nyírfa törzse toppant elé, hogy felfogja gurultában. Azután felállt, a magasba pillantott, és megmutattam, merre induljon. Gondolám süllyedni kezdett, a lombok immár kitakarták előlem a két futó alakot. És a gépkezelő megállította az óriás kereket. Törös körül mindenki ordított, sikongatott, Kopra faképnél hagyott nője sivalgott a legjobban. Ekkor alármában nem érvényesült a hangom. Hiába követeltem, az alkalmazott nem indította el a tetőkereket. Nem volt maradásom, átmásztam a pillérre, és gondolától gondoláig csúszva lefelé ereszkedtem. Elrúgtam a cipőmet, mert akadályozott a mozgásban. A hajamba kötött szalag fenn akadt egy öklömnyi csavar végen. Kék, sárga és zöld izzókon siklottam egyre lejjebb, sötétséget húztam magam után. Az alkalmazott alám sietett, és az ingatag deszkapadlón toporogva várta, hogy lesegíthessen a magasból. Pompásan kipárnázott, gyűrőd és tűrő fickónak látszott, az észjárása kissé lomhának tetszett is. Kifordultam a pilléren, a pasas felé vetődtem. Felborultunk, többé-kevésbé ő került alám. Lábaim a nyaka köré gavajodtak. Néhány másodpercig meghitten nyögdécselbe hevertünk, majd keservesen lebontakoztam róla. Hadarva a fülébe kiabáltam, ha nem esik nehezére, szedje le a hintán ülőket és hívja a zsarukat. Köszönve, amit értem tett, és még tenni fog, futásnak eredtem. Az első, amiben mezítláb beletalpaltam, egy parázsló szivarvég volt, amit pedig még órákig elrágcsálhatott volna a gazdája. Ezután már nem igen számított, mire lépek, kínom fokozhatatlannak rémlett. Mindaddig, még egy gledícia fáról szakított gaj nem került az utamba. A gigászi tüske többig a talpamba merítkezett, de nem tört vele, mögöttem maradt. Két sánta lábbal loholtam előre, csupán sejtvén, hogy előbb-utóbb összetalálkozom azokkal, akiket kergetek.
Csaknem valamennyi padon ült egy-egy összefonódott emberpár. Rám sem hederítettek, midőn suhogó ruhámban elhúztam előttük. Békés sétálókat kerülgettem. Viszmajornak, koprának híre hamva sem volt. A vízi só lelátója mögött jártam. Az építményt megkerülő útra kanyarodtam, ekkor már alig láttam kint könnyeimtől. Randaszitkokat mormoltam a fogaim között, ám fájdalmaim ettől sem enyhebbettek. Kibukkantam a lelátó fala mögül. A nemrég oly káprázatos medence közepén ezúttal egyetlen bágyat vízsugár vonaglott. Az örökzöldekkel szegélyezett félköréves lépcsősor fölött magasodó, díszesen megvilágított épület tövében két önfelett srác táncolt, bömbölő magnózenére. Ha nem akartam nagyot kerülni, fel kellett mennem a lépcsőn. Átvágtam a medence környékét díszítő márványburkolaton, alig vártam, hogy végre a finoman puhának ígérkező fűre léphessek. A lépcsősor aljában erősen hullámzott az egyik oszlopos hamis ciprus, akárha vad vihar tépdesné. Mielőtt még foglalkozhattam volna a különös jelenséggel, elbotlottam egy durva peremű kőben. A hirtelen fájdalom legott levett a lábamról. Térderogytam, majd felhemperedtem, arcomat a hűvös fűre szorítottam. Megvártam, még lehűlök kissé, csak ezután vedettem egy pillantást vérző lábujjaimra. Úgy döntöttem, sírva fakadok. Ekkor lövés dörrent a közelemben. A golyó fölöttem fütyült el. Sírva fakadtam, közben hasmán berobogtam egy bokor alá. Tudtam, hogy Viszmajor fegyvertelen. Megpróbáltam felidézni, milyen ruhát viselt kopra az óriás keréken. Atléta trikó és kigombolt zakó volt rajta, ing nélkül. Vigan lehetett nála fegyver, akár hónajtokban, akár a derék szíja alá döffe. Kész háttal letöröltem a könnyeimet, és felnéztem. A hamis ciprus már nem hullámzott. Kopra felfelé vágtadott a lépcsőn, bazis tukkert szorongatott. Két lépésenként visszapördült, de a szamuráj nem követte. Viszmajor a lépcső mellett állt, egy örökzöld obelix által takarva. Észrevett engem. Jelbeszéddel próbáltam a tudtára adni, hogy odafenn két ember kerülhet veszélybe. Megértése jelejül bólított, s a fák fedezékében nekivágott a domboldalnak. Eltűnt a szemem elől. Kopra felért, belerúgott a magnóba, és maga elé rántotta az egyik táncoló fiút. A másik srác felemelt kézzel az épület sarkáig hátrált, és elrejtőzött mögötte. A félreröpített magnó hörögve szólt tovább. Esőcseppek koppantak a hajamon, kimásztam a bokor alól, a lépcsősor felé sántikáltam. Kopra meglátott, felismert. Látván, hogy fegyvertelen vagyok, fenyegetően rám szegezte stukkerét, de nem nyitott tüzet. Felléptem az első lépcsőfokra, azután a másodikra. Két kézzel fogtam a korlátot. Kopra az épület sarka felé vonszolt a túszát, már nem engem tartott szemmel, fejét forgatva maga köré figyelt, alig hanem a szamuráj hirtelen felbukkanására számított. Gyászos kedvel másztam a lépcsőt, elvégre nem tudhattam, hogy a pasas mit fog lépni. Nos, azt lépte, hogy váratlanul eltaszította maga mellől a srácot, rádöbbenvén, nélküle fürgében mozoghat, és futásnak eredt. A kiárat irányába tartott. A térdre zuhant fiú feltápászkodott, és az épület sarkánál lapuló társához szaladt. Szemből két egyenruhás, fekete bőrű atléta közeledett a sétányon, kivont stukkerrel, rohanvást. Alig hanem az óriás kerék alkalmazottja riasztotta a park őreit. Kopra már is bánhatta, hogy elengedte túszát, bevetődött a legközelebbi bokor mögé, és tüzet nyitott az őrökre. Golyó fordultával érkezett a válasz. Megveszekedett lövöldözés folyt körülöttem. Azt se vetettem magam a lépcsőn, és vadul szitkozódtam. Ha leltem volna otthon egy nyomorú ridikült, merő megszokásból biztosan belehajítom a stukkeremet, és most nem lennék szállandóan védtelen. Ráadásul úgy rémlett, alul képezték az őröket. Még véletlenül sem találták el Koprát, holott már majdnem minden egyebet eltrafáltak körös körül. Néhány lámpa kialudt fölöttünk, lövött gajjak záporoztak a magasból. Kórosan kíváncsi természetű lévén nem bántam volna, ha közelebbről látom, mi történik odafönn. Óvatosan felfelé hernyóztam a langyos márvány lépcsőn, és teljesen felbosszantottam magam Kopra miatt. Felértem az utolsó fokra. Meghúzódtam a díszítésül odaállított óriási márvány gömb mögött. Kilestem, és tüstenét visszahőköltem. Kopra hasmánt hátrált felém. Jócskán kinyújtott karral elkaphattam volna a cipője sarkát. Összelős ötlet volt, tetszett is nagyon.
Ám nem jutottam el a megvalósításáig, mivel a pasas hátrafordult, bizonyára a gömb közelségét keresvén, ő is amögött óhajtott elrejtőzni a füttyögő golyók elől. Hátrafordult és észrevett. Közben tovább lövöldözött. Hirtelen jajkiáltás hallsant az őrök irányából. A következő pillanatban kopra rám vetette magát. Készültem jöttére, félrehemperedtem. Elkaptam a csuklóját, és megpróbáltam távol tartani magamtól a fegyvert. A társát vesztett őr, tekintet nélkül a nyomoromra, folytatta a veszekedett lövöldözést. Szempillantás alatt megfeledkeztem a körülöttünk repkedő golyókról, mivel kopra eltökélte, hogy kiszabadítja a karját, akár az enyém eltörésének árán is. Fogcsikorgatva szkanderoztunk egymáson. Egyszer csak megbillentünk, és lefordultunk a lépcsőről. Egy foknyit gurultunk, azután még egy foknyit. Majd megállás és annak reménye nélkül lavinaszerűen alázódultunk a mélybe. Miután kétszer a lépcsőbe vertem a koponyámat, valamint az összes csigolyámat, és már-már elhagyott az életöröm, szerencsésen úgy fordultunk, hogy kopra került alulra, és ott is maradt. Bobszánként döngetett lefelé, meg-megdöccenve, ám megállíthatatlanul. A száguldás fele útján elejtette a bőszen szorongatott Stuckert, háromnegyedénél felakadt a szeme, ezt közvetlen közelről láttam, hiszen rajta hasaltam, szakasztott úgy, mint a különösen kedvelném. Időközben elnémult az őrfegyvere, és végre Viszmajor is előtűnt a semmiből, ahol ez idáig leledzett. Utánok vágtatott a talpán, nem is haladt oly jó tempóban, miként alattam a biobobszán. Eltűnt alulunk az utolsó lépcsőfok, a lendület tovább sodort bennünket. A szemergő eső nedvesítette márványburkolat, mintha csak megvajazták volna, hirtózatosan csúszott. Szívesen lekéreckedtem volna kopráról. Megint belém villant, ám a télvégi emlék a szökőkúttal. Elszántam magam, és legurultam a lassuló korpuszról. A tovadöcögő koprát a medence pereme fogta fel, a pasas válla fennakadt az alacsony szegélyen, csupán a feje lógott a vízbe. Behemensen talpra szökkentem, és akkor belém hasított valamennyi kínom, a talpamtól a csigolyámig. Legyintve visszarogytam a földre. Meglehetősen hidegen hagyott az eshetőség, hogy kopra megfúlhat. Fúljon, miért jár el otthonról vízi mentők nélkül? A légszom tette, vagy a víz jótékony hatása? Az imént még megbízhatóan eszméletlen pasas, rémálomba illő alakhoz híve, hirtelen kiemelte a fejét a medencéből, megrázkodott és talpra ugrott. Zavaros szemmel rám merett, kiköpött egy pofazacskónyi vizet. Észrevette a viharosan közelgő szamurájt. Eltorzult arccal körülnézett, kiválasztotta a menekülés irányát, és futásnak eredt. Viszmajor belehúzott, kezdett áramvonalassá válni. Azután előre nyújtotta a karját, és zakóvállon ragadta koprát. A filkó megcsúszamlott, lábai kipörögtek, kis darabig helyben tépett, majd elvágódott, miként a nagy kabát. A szamuráj számított erre, még időben félre szökkent a zuhanó test útjából, jobb lába azonban a közelben maradt, és egy rúgással lesegítette koprát az amúgy is vészesen közelgő márvány burkolatra, majd befötte a kezében maradt zakójával. Ekkor szúrt szemet, hogy szívszerelmem fegyvert szorongat, nyilván az egyik őrtől kölcsönözte, és szinte ugyanekkor a veséje fölé szúrta a Stuckert, szüksége lévén mindkét kezére. Lehajolt az elnyűhetetlennek rémlő, már is elszántan tápászkodó pasasért, és talpra rántotta. Megálltak egymással szemközt, a szamuráj délcegen, kopra, bérben forgó szemmel, dülöngélőn. Kezdetét vette a szokásos, előjáték számba menő méregetősdi. Fele királyságomat odaadtam volna egy tolószékért, de még egy elektromos kis sámlival is beértem volna, csak hogy közéjük ronthassak, és rövidre zárjam az eseményt, melyet kirobbanása pillanatától intenzíven rüheltem. Kézbe vettem és megtekintettem a talpamat, sorban mindkettőt. Egyik piszkos volt, a másik még piszkosabb, a szivar égettesebb, élénkebben vérzett, mint a tövis sebezte. Lábujjaim úgy festettek, mint a tőből belakkoztam volna őket. Szántam magam. A pasasok még mindig bűvölték egymást, rettentő metszően néztek, pislogás nélkül. Tudtam, ha ezzel végezne, verbális összecsapás következik, úgy, mint a nemes szervek szájba-farba ajánlása, legyávázás, valamint az elmaradhatatlan körkérdés arra vonatkozóan, melyikük férfi. És ha ez is megvolt, összeugranak. Kopra mély undorral megszólalt. Az első pontot kipipálhatták.
Viszmajor legalacsinhajtó bogarazta a filkót, mire az elindította a tökösséget firtató körkérdést, amely gyorsan körbeért, mivel csak kettesként tartózkodtak a ringben. Miután lerótták a kötelezőt, a szamuráj küzdőállásba helyezkedett, és ujjait mozgatva csalogatta koprát. A megtépázott rocker kinézetű pasas hátrahányta a homlokába lógó tincset, megrodgyantotta térdeit, és kezét ökölbe szorítva előre pattant. Az ezt követő jelenetről lemaradtam, mivel a park nyalka őre a lépcsőn lefelé indulván félúton összebotlott kopra elhullajtott Walterével olyannyira megörült a fegyvernek, hogy menten ki is próbálta azt. Az ideges Tuckerrel sem lövészkedett ügyesebben, mint a sajátjával, bár mentségére legyen mondva, célpontja élénken mozgott, a tüzelés pillanatában éppen a levegőben tartózkodott a szamuráj eldózerolásának szándékával. A lövés mindkét pasast meglepte, különösen azért, mivel a golyó a fölöttük átsorgó gázlámpa búráját robbantotta szét, és midőn a fény kialudt, tejüveg szilánkok záporoztak a hajukra, nyakukba. Kopra meghökkent, egyszer s mint kihozanodott. A földön heverő zakóját Viszmajor arcába rúgta, és sarkon fordult, hogy elhúzzon. A szamuráj ellépett a felé lebbenő kabát útjából, megragadta a gyorsuló fickó combastagságú felkarját. Ami azt illeti, kölcsönösen feltartóztatták egymást. Kopra megkiúsította egy remek ívű rugás célbaértét, Viszmajor viszont lerántotta a lábáról a fickót. Talpsebeimről megfeledkezve a mind vérszomjasabb őr elé pattantam, és bár ő egyre azt ordibálta, hogy vessem hasra magam, mert lővonalban vagyok, konokul kérleltem, ne pisztolykodjon, mert úgyis lőhülye. Talán órák is tovább tellettek, mire demilitarizáltam az atlétát. Mint hogy a kérőszó mit sem ért, kénytelen voltam tetleg érvelni. Elvettem tőle a saját fegyverét, meg a találtat, de még a rojtosan rágott fogpiszkálót is kiszedtem a szája sarkából, mielőtt rádöbbent volna, hogy azzal is harcolhat. Időközben a mérkőző pasasok a medencében kötöttek ki, és a vádlég érő vízben pozdorjázták egymást, meg-megbotolva a fenéken elrejtett csövekben. A bejárat felől zsarumobilok közeledtek üvöltő szirénával, a másik irányból az óriás kerekes ember érkezett, homlokán redőkkel, kezében a cipőmmel. Az eső, akárha az estémet siratná, dőtten rázendített, lila villámok cikáztak körülöttünk, pofonok dörögtek a szökőkútban, az égbolt üvöltött rá feleletül. A kollégák négyfelől robogtak a márvánnyal borított dísztérre, hogy közrefogják a medencét. A víjogó kocsik kormányozhatatlanná váltak a síkos kövön. Előlük menekülvén a vízbe ugrottam, és megint elveszett a cipőm. Az egyik zsarumobil a pánikszerű fékezéstől két kerékre billent, és siklórepülésbe kezdett. Felém tartott, nőtt-önnőtt, kivettem a gumik bordáit, és már-már megpillantottam a közéjük szorult apró kavicsokat is, midőn a kocsi a felszínre ereszkedvén, a merence közepén táncoló vízsugár alá lebbent, és megállt végre. Viszmajor átölelte a vállamat, másik kezével a továbbra is vergődő kopra fejét tartotta a víz alatt. Oké, mondta erősen zihálva, most megkérjük a kollégákat, hogy talán mégse lőjenek halomra bennünket. De szólnia sem kellett. Ismerős egyenruhás pattant elő az egyik kocsiból, és torka szakadtából közölte a társaival. Ezek zsaruk! Mellesleg a járőrök hitték is, nem is. A zuhanyozás élményével megajándékozott járgányból előmászó ázott pacákok örömes lelőttek volna minket, merő pikirtségből. A szárazon maradt fickók vonakodva leeresztették lőszerszámaikat. A szamuráj kiemelte koprát a víz alól. A fickó lihegve köpködött. Miután megszabadult a torgába a felgyülemlett víztől, felmérte a körénk sereglett fegyvereseket. Megpróbálta kihúzni magát Viszmajor markából, ám ezzel fokozott ragaszkodásra serkentette a szamurájt. Féltérdre készszerült. Meg foglak ölni, ígérte. Ne bomolj, szemelnit sem félek a profilodba. Hol vagyok én nő és védtelen, gyanútlan? Meg foglak ölni, erősködött kopra. Jut eszembe, újságolt a Viszmajor. A polgároknak halálian tele lett a mamuszuk a bűnözéssel. Népszavazást kezdeményeztek a halálbüntetés visszaállításáért. A bakók edzőtáborba vonultak, és naphosszat gyakorolják a hurokkötést. Rohadj meg, kiáltott a kopra. Úgy is kijövök, és akkor megkereslek. Mindezt mondjátok, felelte Viszmajor unottan. A medence szélére hasaltatta a fickót. Két egyenruhás megbilincselte koprát,
Majd kiemelték a vízből, és a kocsijuk felé teszigálták. Ki ez? Kérdezte az ismerős zsaru. Lehet, hogy 10 perccel ezelőtt még ráismertem volna a tagra. Talán az anyukájával kellene felismertetni, vélekedett a szamuráj. Amikor kergetőzni kezdtünk az óriás keréken, még a megszólalásig hasonlított egy bizonyos Ray Kopra nevű hobbistára, akinek az a hangyája, hogy különféle parkolóházakban különféle nőket támad meg, és miután megerőszakolja őket, lyukat lő a homlokukba. Legutóbb, tegnap éjjel próbálkozott. Pekje volt, megzavarták. Erre ma idejött vigasztalódni. Most majd rávarnak pár évet, letölti, vagy megszökik, és ott folytatja, ahol abba hagyta. Javallani fogom Laszalandrának, hogy mókuskerék legyen a cégérünk. Tényleg lesz népszavazás? Kérdeztem. Aha, egy hónap múlva. Most kezdj el gondolkozni, óriási a felelősséged. Habozás nélkül tudom a választ. Azért csak habozzál, legalább közép erősen. Élet vagy halál dolgában kell döntened. Ha már a népszavazásig jutott az ügy, majdnem kétségtelen, hogy visszatér a halálbüntetés. Esélyes, bólintott a szamuráj. Szinte biztosan tudom, hogy a vállon lőtt őr miként fog szavazni. Az említettet éppen ekkor vitt el az embermentő. Társa, akit lefegyvereztem, arról panaszkodott az autómentőre váró egyenruhásoknak, hogy idő, alkalom és késztetés hiány egyet sem lőtt, amióta a fegyverviselési engedélyét megszerezte. Különben, elmélkedett, ez egy nyugis hely. Legfeljebb zsebetszőkkel és cukrosbácsikkal fogócskázunk néha nap, no meg olykor-olykor összepopozkodik néhány részeg vendég, mi meg szétbogozzuk őket. Lőni sosem kellett, még februárban sem, amikor 1000 hekus keresgélt itt egy gengsztert, miközben a szökőkútban ökölvívott egy civil ruhás zsaruval az Örökzöld Dallamok című show alatt. A közönség imádta a műsort, a lelátó majd leszakadt, úgy tomboltak, hogy visszatapsolják őket. Emlékszem, sóhajtottam. Hol a cipőd? Kérdezte Viszmajor. A medence felé intettem. A fenéken. Holott a lábadon a helye. Na gyere, a topánnak már annyi. Mert még semmit sem tudsz a talpamról. Mi van vele? El lehet dobni. Gyere, majd eldobjuk a kocsinál. A szamuráj kézen fogott, elindultunk. Az egyik egyenruhás Filkó utánunk rikkantott. Viszmajor, szólt a diszpécser, hogy a főnöke, valami háká, látni akarja magát. 10 perc múlva az irodában lesz. Mondják meg neki, hogy miattam ne menjen az irodába, az ő lumbágójával. Szabadnapos vagyok. Ma már hallani sem akarok a bűnözésről. Mondják meg neki, hogy sosem láttak, nem jártam itt, meg sem születtem. Az ismeretlen zsaru sírjában nyugszom. Űrutazást nyertem, és már fellőttek. Kolerát kaptam, és fertőzök. Futólépésben távolodtunk a szökőkúttól, lihegtem, és sziszegő hangokat hallattam. A szamuráj lassított. Ölbe vegyelek? Kérdezte. Megálltam, toppantottam. Nem kellett volna, kínjaim köbre emelődtek. Hol erősebben voltál, miután eltűntél a lépcső tövéből? Te még ezen rágódsz? Na jó, elárulom, pedig reméltem, hogy nem jön szóba. Kopra átejtett kergetőzés közben, elbújt előlem, és csak indián ösztöneimnek köszönhetem, hogy nem húztam el mellette. Összecsattantunk, közben eszébe ötlött, hogy van stukkere, elő is húzta, nyomban kapott tőlem egérutat. Amikor a lépcső tetején elcsípte a fiút, kiterveltem, hogy elévágok. Ez az ötletem sem túl fényesen valósult meg, mivel közben megérkeztek az őrök, és én ott találtam magam egy bokor alatt, két tűz között, tapétalaposan. Elvégre nem lehetek örökké Superman. Amikor az egyik őr megsérült, elkúsztam hozzá a fegyveréért. Mire megszereztem, ti már egymáson henteregtetek Koprával. Majdnem kinyírtam a pasit bőszféltékenységemben. Kopra szépen elkefélte az esténket. Talán felülhetnénk a körhintára, sóhajtott a szamuráj. El innen, és imádkozz, nehogy otthon meg a szextrém pasas lessen ránk a rák jegyében. Ez esetben nem várnék a népszavazásig, íziben bevezetném a halálbüntetést. Hazaérvén azt tapasztaltuk, hogy szinte senki sem vár ránk, legfeljebb néhány élmény kéretlen. Mivel az eső ömlött, és liláló villámok nyaldosták az égboltot, az eszemen csengő ontotta a dallamokat, 16 félét pihenetlenül. Ezzel talán még megbarátkoztunk volna, ám beléptünkkor, rajta kaptuk hákát, amin teli torokból ordít az üzenetrögzítővel, miszerint úgy is tudja, hogy ott vagyunk, és azt is sejti, mit művelünk. Egyébként nyugodtan szégyelhetnénk magunkat, ám e pillanatban azt tennénk a legokosabban, ha az irodába hajtanánk,
ugyanis ő pontosan kitervelte, mit fogunk mondani az elfogást ünneplő sajtónak, miként fényképezkedünk majd Rachel Smith és Ray Kopra társaságában, és persze, mekkorát feledőzünk a dicsőségben. Fúj bele egyedül, morogtam. Kihátráltunk az őrült otthonnal vetekvő hajlékból, és addig kószáltunk a kertben, míg nem leltünk egy olyan helyet, ahová már nem hallatszott el az önnön muzikalitásától megrészegült csengő koncertezése, és az üzenetrögzítőt percenként újrahívó, egyre tajtékzóbb HK ordítása sem. Az esőre oda sem hederítettünk. Megálltunk egymással szemközt a lila akác alagútnál, a sejmes fű hűsítette sebzett talpamat. Leloptam a szamuráj derékszíját, és mert nem tiltakozott, széthaigáltam ázott egyenruhája darabjait, és azok puffanva értek földet, majd tovább szürcsölték a vizet. Hátrahajtott fejjel néztem a pasast, esőcseppek mászkáltak a homlokán, végigkúztak arcán, némelyik elidőzött a szempilláin, orrahegyén. A körülöttünk vonagló villámok nem félemlítettek, felvillantották és eltüntették a nyugalmas kert képét, a lila fürtös akácok nehéz, édes illatot leheltek körénk, lábam gyengült, a szamuráj vállába kapaszkodtam, néztem szűk résű, sötét szemét, mindig kissé lebigyedő, telt alsó ajkát, néztem, azután a fogaim közé vettem, és megízleltem. Átkarolta a derekamat, felemelt magához, és megcsókolt. Lehúnyt szemmel is láttam a kerten átcikázó villámok lilás ezüstjét. Arcomat esőcseppek cirógatták, ruhám lecsúszott, és mi ledöltünk a gőzölgő, meleg fűre. És mintha a világ mindenség fogadott volna magába, én kicsi lettem, a fűszálak magasak, gömbölyűnek látszott az égbolt, és alatta a trópusias esővel szeretkező növények, egyazon szelíd, és mégis újongó öröm hatott át az eleveneket. Az akác alagútba rejtett fészkekben madarak pusmogtak, a levelek és ágak ívesen meghajoltak a víz súlya alatt, fűszeres illatok áradtak mindenfelől, lerészegettünk tőlük. Egymás csókolva, harapva hemperegtünk a nedves füvön, a szamuráj haja felhagyott a fegyelmezettséggel, tincsekre bomlott, és az arcába áradt, minden tincsen hízott esőcseppek szaladtak végig, rámpottyantak, arcomat, vállamat, hasamat csiklanták. És mi nem csak egymást öleltük, magunkhoz vontuk az éjszakát, a fényes villámokat, és az általuk szabdalt eget, a sárkány üvöltő mennydörgést, a rongyuló felhőket, a fellélegző növényeket, és a búvókövet keresgélő békát, és részévé lettünk a végtelennek, a teljességnek. Mi voltunk minden, fű, fa, ég és eső, fény és meleg. Ránk talált a harmónia, elszenderedtünk hullámain. És amikor felneszeltünk, az akáclevelekről lepergő vízcseppek koppantak körülöttünk és rajtunk, a vihar odébb állt. A párologva hűlő föld libabőrt lehelt ránk. A közelgő hajnal tompa fényekkel játszott a halványuló felhőkön, a koncertcsengő elhallgatott, háká sem ordibált már. Felálltunk a fűről, a házba siettünk, és tovább szeretkeztünk a zuhany alatt, majd az üvegfalú toronyszobába indultunk, s a tekergődző lépcsőn minden egyes fokán megtorpanva hosszas csókokat váltottunk. Reggeledett, mire az ágyhoz értünk, és ott folytattuk, szerettük egymást csillapíthatatlanul. Azután összegömbölyödve elaludtunk. Kisvártatva arra ébredtem, hogy a bambuszredőnyök felgöngyölődnek, a nap a szobába bámul, és nem engedi, hogy nyitva tartsam a szememet, mézaranyfénnyel elvakít. A szamuráj felén fordulva feküdt, 1000 méter mélyen aludni látszott, mákasához simítottam a hátamat, combjához az enyémet, hogy érezzem közelségét. És amint elfészkeltem magam teste melegében, megéreztem tenyerét a csípőmön. Barátként jöttem, dünnyögtem álmosan. Na és hogy fogsz elmenni? Kérdezte, meglehetőst kuncogva.